Hoho! CJ, komm éppen gyűjtögeti a fegyvert. Szóval, van kis pisztoly. Van sörétes puska. Ki is próbáljuk. Dögölj meg! Mi az is? Dögölj meg! Na jó, akkor nem dögölsz meg. Tehát akkor Hyrule-nál üdvözlök mindenkit itt a Red Dead csatornán újra. Itt vagyunk a GTA San Andreasban. Úgyhogy... nem mondom, hogy rég volt, de... Hát de nem is most a előző rész, ez az a második, úgyhogy most itt van nektek, remélem nagyon örültök. Úgyhogy szerzünk egy jargant, túl de sok niggerül ebbe a kocsiba, bazd meg. Na jó, ne érdekeljen senkit. Gyerünk. Big Smoke-nak van egy küldie, úgyhogy bocsi, ezt nem láttatok. Na szóval Big Smoke-nak van egy küldetése, azt fogjuk megcsinálni. Aztán... majd még kitaláljuk a következőket, já is természetesen ma is kondizunk egy kicsit. De nem most, hanem... várjatok, még egy kicsit felveszük itten a granátot. Ó, itt van ez egy Greenwood, inkább azzal, amiket az valamivel jobb gépjármű, mint ez a szar. Oké, felvettük is, van is egy graffiti. Úgyhogy ezt le is fújjuk most. Na szóval. Fújjuk, nagyon szép. Oké, hetedik lefújva a százból. Hú, basszus, na. Elég szárul állunk graffitikből. Na bár szerintem az lesz az egyetlen, amit megcsinálok, de az is lehet, hogy nem csinálom, ugyanis nem 100%-ra tervezem kivinni a játékot. Na, mert tehát örülök, hogyha egyáltalán ki tudom vinni. Tehát 100%-hoz ez nagyon sok minden kellene. A küldetések természetesen fullba meg lesznek majd, ne aggódjatok. 981 dollárunk van, amiatt nem túl jó, de nem is túl rossz. Kezdésnek, amíg nagyon az elején vagyunk. Haverommal beszélgettem, mondta, hogy nagyon szépen laggol a játék. Hát ez nem is tagadom, na végre kimondtam. Mert tényleg ne laggol a játék, és ez a gép nem bírja el. Oké, itt van, ezért mindenki jó van, leszárjuk most. Ó, basszus, ezt a küldét nem szeretem. Ez a küldi, ez az OG lock. Na ezt utalom, szívből utalom ezt a küldetést. De hát természetesen ezt is meg kell csinálni. Szóval gyerünk oda. Igen, tudom, hogy jó velem lógni, hát én fasz a sofőr vagyok, jó? Várja. Hogy ő ma többé nem Jeffersy, hanem OG Lock, elég buzis név, na, maradjunk annyiban. Van egy titkos járat, van, tehát annyira nem titkos, de én amikor megyek fegyvert gyűjtögetni, vagy egyéb hasonló dolgok, mindig ezt az utat használom. Ezt a kis lejtőt. Szokás szerint most ez a videó se lesz olyan rohadt hosszú, mert lehet, hogy nem fogja elbírni a kamera. Habár miért ne bírna el, de azért nem akarom magamat elkiabálni. És egyébként még nem is tudom, ez hányadik rész, talán már a negyedik, de szerintem nem. Az is lehet, hogy már az ötödik, fogalmam sincs. Na, megérkeztünk. A nagy kiroccanásót ezzel, hogy majd később, hogyha elcseszném a játékot, úgy fel kéne kiírni, de mindegy. Na, itt a köcsög, hát ez jó kritikákat nem adjunk, szárjunk introkat biztos nagyon sokan láttatok már bejátszásokat, úgyhogy... Gyerünk! Várja! Ó, szabad ember vagy, te nagy gangster, na mindjárt egy gangster! Beütök neki, CJ beüt neki egyet, mindjárt azért elaljul a OG Locka, mit akar? Igen, egyébként nem tudom, játék végén vagy meg kell várnunk, vagy ki kell végeznünk, fogalmam sincs. Mr. Nimiszkótól néztem végig azt, és hát végig nem láttam, de ugyanakszom, hogy kinyírta. Na, igen, jó, váltsunk zajt, mert ez copyright szerintem. Na, ez jó kis, hát jó, nem túl jó, jobbak vannak line-up, de GTA San Andreasben ez is tökéletesen jó zene.
Úgy rohagy meg közben a rádiót, figyeltem. Na, lefordulunk itt. Istenem, ebben a laggal nagyon muszáj lesz valamit kezdenem. Egyébként gyerekek, mit szólnátok, hogyha majd az egyik részben elmennénk és megnéznénk, hogy mi az az end? Én tudom, hogy ez nem létezik, de mik ezek? Mítoszok, hogy egy bizonyos küldetés, az hát... Én kétlem, de azért megnézném, úgyhogy írjatok le nekem kommentbe, hogyha szeretnétek-e. Pont piros volt, adjat volna, volna, csak én átmentem, csak a kurva ballaszok is itt vannak a nyakunkon, és megint laggol a játék. Na, ezt nézzétek el nekem, lehetik szívesek. Eléggé szárvast a kép is valahogy. Na, forduljunk ide be. Igazából csak a lagokra elmegy, vagy 20 perc, mire... Nem szóltam semmit, inkább nem beszélek. Úristen, ez a Big Smoke-nak a jargalnya, ezért jó, hogy ma nem egy helyben forog, annyira nem bír menni a tandagat. Na. Igen, tudom, ez a magos területe, jóval leszarom. Na. Csengessünk be ehhez a másik köcsökhöz. Na. Hogy kell becsöngetni? Na, mindegy. Csönget ez maga autól. Eljöttem, érted a szemét, lalami. Igen. Ez csak egy kis börtön, mindjárt kapsz csicska langost, itt egy sajtos tájfölös. Jó, biztos láttatok már az altatot, most ugye ki kell nyírni őtet. Elkaplak, ne aggódja. A francba ma jó kezdődik. Hát chase me, jó van, de hogyha sikerül, nem biztos. Na, egyébként itt van egy graffiti. Kettő is szerintem, majd ezt lefújjuk. Most egyelőre nem érünk rá, hanem koncentráljunk a küldire. És Mr. Imiszkónál láttam azt, hogy erre a graffiti miatt cseszte el a küldetést, ugyanis inkább a graffitire koncentrált a küldetés helyett, és akkor közben ez a motoros faszi elmenekült. Gyerünk, mindjárt ott ki neked a édes, mindjárt állok neked a beszarsz. Na, úristen, mit művelek? Hát én már nagyon nem tudok motorozni GTA-ba. Jaj! A rohadt anyád ez. Nem baj, ott van a gyerek. Jaj! Az anyád hétszentségét, ezt ma nem hiszem el, gyere ma! OG! El fog menekülni ez a kis köcsög. Egyébként én nem szoktam őt lelőni. Szépen megvárom, amíg elmegy egy bizonyos ballaszi izére, ott megal, és akkor ott mindenkit megölök. Tehát nekem ez a technika, nekem nincs erre türelmem lőni. Nagyon beszélnem se. Mit mondta? Mit mondott, hogy nem olvastam, most ezt visszanéznem a felvételt. Lőjed ma őt, ne csak szározzal itteni. Jó, hogy nem, kihúgyozod magad, de semmit tevésed, na OG. Hát én ösztönön gondolom, beszártam, hogy OG-lok. Ennyire hülyén tud lőni! Elkaplak, nem köjten ordítanod itt, amink... Jó, OG-lok, buzi, de én nem vagyok az, mert én, mert a éjjátékosan CJ. Na. Jaj! Na. Ezt megúsztuk. Szerencsével. Jaj! Basszus, na ezt már nem úszt. Hol a motor? Na, gyere már, szállj fel, OG! Nem érünk rá egész nap. Föl se ugrott, de én ma indultam. Azután ma autóval mi történt? Tudom, milyen elfáradtunk, elaludtunk? Úgy néz ki, igen, figyelj! Azt ajánlom ennek az autósnak, hogy előbb aludjon, az csak utána izéljen itten autózgasson. Nehogy itten megdögöljön nekem. Hát hamarabb én fogok megdögleni GTA-be. Gyere ma! OG, hát még sétálgatsz? Istenem!
Non era il tuo lavoro. Jeffrey, G-Lock, a cosa c'è? Oh, ti ho fatto un casale, Andrea Sala, e Nigeria, che cosa? Ah, tu gratu! Geronimo! Dice, lei è un brutta qui. Oh, che c'è? Otto, che c'è? Oggi, lui, mo ci faccio a. Lui, adna chi? Andrea, non abbiamo mai avuto esce una ghost? No. Megérkeztünk a ballaszok területére. Nem tudok beszélni. Kicsit már este felé jár az idő. Na szóval. Na. Mindjárt megáll. És akkor ottán lövöldözés lesz. Én örülni fogok neki, ugyanis én lődözni szeretek, bár nem motorom. És nem is járműből, főleg nem GTA San Andreasban nem. 5-ben annál inkább, mert ottan még lőni is lehet, de a San Andreasban valami katasztrófál lövészet. Járműből. De csak simán úgy, ez egyik kedvenc időtöltésem volt mindig, hogy lövöldözzek. Mondjuk én a GTA 3-mal játszottam nagyon sokat, ugyanis a San Andreas San Andreas, csak később ismerkedtem meg úgy igazán. Na! Jó, kapjuk el, yeah boy! Na! Micro SMG-el lelövünk mindenkit! Na, állj, de adjad neki! Gyerünk! Gyerünk, make the glass! Oké, halott! Lelőjük őt egy kis izével, így hatást adunk neki. Sikerült? Na jó, többiekre igazából most már csak rá kell szárni. Magányos voltalak, mész a tudod hová, többe. Na. Na, közben el kéne mennünk innen, ugyanis java van, folyik mi a körözés, ez a graffiti, ah, megvan, jó. Na, kéne egy argany, gyerekek. Az a büdös helyzet. Na, itt egy jó kis kocsi. Ja, hát igazából nem jó, csak akkor, hogyha lowrider-es. Na. Hú, azt hiszem az. Az! Gyerekek! Hát beszarok, ez tényleg. Ritka. Ja, hát még nincs vége a küldinek, basszus. Na, Istenem, azt hiszem, hogy már vége van, Isten bizony. Hát valahogy nem írta ki a mission best, úgyhogy ez én hibám volt. Na. Szajbelok! Mi lesz, hogy nem mondom, mamókkal szól be helyetted, na. Szajma, be te Isten bárma. Hát még forogja itten, Isten bizony. Szajjal be. Na jó, hát gyerünk. Na. Hát ez a rész most tényleg nem lesz valami hosszú, egy küldetést terveztem, és nagyon San Andreashoz most nincs kedvem, csak egy kis részt akartam nézni, hogy azért haladjunk. Ugyanis most elég nehéz küldik következnek, de majd kicsit gyakorlok videón kívül, és akkor majd úgy megcsinálgatjuk. Nehéz küldik alatt azt értem, hogy a lowrider-es, illetve egy lövöldözős, amiben állandóan beledöglik a rider, úgyhogy... De ezeket engedjük el. Érjünk oda. Egészségesen és szerencsésen közben így megyünk oda, úgy döntöttem. Egyébként ez tökre vicces, hogy tudom, most menni így az utcán, és így látnád meg egy autót. Egyébként szeretném ezeket a lowrider-eseket, ugyanis hogyha... Most mondok egy példát, elmennék terepre, csak megnyomom a hal betűt, és mehetek is terepén. Ennyi az egész. Na. Viszont azt sajnálom, hogy ezekben a kocsikban viszont nincs duda. Szóval többször jártam arra úgy, hogy
Nem is tudtam, hogy egy Love Rider és a kocsid, megnyomtam, ma megnyomtam volna a dudát, megnyomtam, és akkor így egyszerűen így felemelkedett a kocsi. Na. A Vice City-ben azért sajnálom, hogy nem volt egy ilyen. Jó. Gondolkoztam, gyerekek, hogy nem lehetne Need for Speed Most Wanted 2005-ös végigjátszás, hát... Lehet, hogy lesz, majdnem lett is, csak nem tudok megfelelő játékot keresni, amit letölthetnék amúgy. Hát biztos, hogy lenne az is, ugyanis most már a PC-t is fejlesztjük kicsit. Avval is fogunk játszogatni, hasonló dolgok. Na. Ide beállunk, hogy OG Lock a köcsög itt dolgozik. Kösz a fuvar CJ, jó van, nekem ne köszöngesse itten. Jó van, altözőt elnyomjuk. És respect plusz. Na. Szóval gyerekek, hát ez ilyen kis rövidebb rész volt, de tetszett a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Én David voltam, sziasztok!